Hol tart a koronavírus járvány elleni védekezés Török Bálinton, egyáltalán az átfertőzöttség mértéke milyen, illetve most már az is kérdés, hogy hány embert tudnak beoltani. Milyen költségvetésre számíthat a város ebben a bizonytalan, kiszámíthatatlan helyzetben? Ezekre a kérdésekre többek között ezekre is a polgármester válaszol, de mindenek előtt engedje meg, hogy az idei első beszélgetésünk alkalmával boldog új évet kívánjak polgármester úrnak, és rögtön megkérdezem azt, hogy milyen hangulatban kezdte 2021-et. Először én is szeretnék mindenkinek boldog új esztendőt kívánni. Hát vegyes a hangulat, bár én egy alapvetően optimista beállítottságú ember vagyok. Sokan szokták mondani, hogy aki optimista, az nincs elég információ birtokában, de ez rám nem vonatkozik. Legalább azt hiszem, hogy kivétel erősíti a szabályt. Úgy gondolom, hogy nehéz évnek nézünk elébe. A koronavírus fertőzéssel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy mi rendszeresen szűrjük a törökbálintiakat, illetve a törökbálinti közalkalmazottakat, köztisztviselőket, és ugye országosan is kiemelkedő volt, hogy Törökbálinton mi a város költségén az összes pedagógus megszűrtük PCR-teszttel. Egyébként ezek a tesztek mind PCR-tesztet jelentenek, tehát a 100%-os biztonságot. És nagyon nagy előnye volt, hogy ezeket megcsináltuk. Például azt tudom mondani, hogy a polgármesteri hivatalban az első általános szűrésnél 10%-os átfertőzöttséggel találkoztunk, és akkor sikerült itt a hivatalon belül ezt megállítani, mert rögtön ugye volt egy 4 napot zárás, akkor utána volt a tesztek ismétlése, és csak az jöhetett be dolgozni, aki negatív teszttel rendelkezett, és azóta is egy ügyeleti rendszerben érkeznek a törökbálintiak, és éppen a jegyzőasszonnyal valamelyik nap és az operatív törzsem egy-két tagjával, főleg orvosokkal egyeztetve úgy döntöttünk, hogy ez az ügyeleti rendszer most nagyon sokáig fenn fog maradni, ameddig komoly változás nincs, addig az ügyeleti rendszert fenntartjuk. Ez mind a törökbálintiak védelmében, mind pedig a hivatal dolgozóinak a védelmében is tesszük, tehát egy össztörökbálinti érdekről van szó. Milyen eredményeket hozott a pedagógusok, óvónők, óvodapedagógusok tesztelése? Nagyon kevés volt közöttük, hál' Istennek, a működnek pozitív. Működnek az intézmények? Az intézményeink működnek. Ugye hát mi voltunk az elsők az országban, akik ebből nagy országos hír is volt, amikor a Valló óvodát elsőként kellett bezárni. De azóta is egy-két csoportot itt-ott kell bezárni. Tudjuk, a Bálint Márton iskolában nyilván fél szemünket rajta tartjuk az iskolákon, bár nem mi vagyunk a fenntartói, hanem a tankerület, de hát azért ez teljesen természetes, hogy az iskolákat figyeljük és segítjük. Így volt ez a tavasszal is, ugye csak a szűréseken kívül, hagy említsem meg, hogy az iskoláknál például minden olyan diáknak biztosítottuk a különböző elektronikai felszereléseket, akiknek nem volt, mikor áttértek az online oktatásra. Tehát aki igényelte, mindenkinek vettünk hol laptopot, hol iPadet, attól függ, hogy kinek mi kellett. És ezekkel tudtak dolgozni, hogyha ilyen igény felmerül, azt a mai napig tovább folytatjuk. Egyébként, hogy Törökbálinton, ugye most már azért közelebb kerültünk a koronavírushoz. Nincsen olyan magyar állampolgár, akinek ne lenne olyan ismerőse, ellentétben a tavaszi időszakkal, aki ne lett volna a koronavírusos, vagy ő maga esetleg nem koronavírusos, és nagyon sok olyannal találkozunk, akik bizony nagyon súlyos állapotba kerültek. Nálunk is volt két ilyen, az egyik egy kollégám, a másik pedig Aracki András, országgyűlési képviselő úr. Aracki András úr esetét, hogy ő egy nagyon súlyos válságból van. Hát ő egy nagyon súlyos állapotból került most már budakeszi rehabilitációra. Ő majd 6 hétig volt altatásban, és nagyon nehezen kecmergett ki ebből a betegségből, és én úgy látom, természetesen minél hamarabb várjuk vissza magunk közé, de én úgy látom, hogy olyan szinten romlott le, hogy rehabilitációs kezelésre szorul, és ez nem lesz egy rövid idő. De hát ő egy nagyon erős ember. Egy nagyon határozott, nagyon erős ember. Egyébként csak úgy óva intenik mindenkit, semmilyen más betegsége nem volt, és egy mindenki ismeri az Aracki Andrást, aki egy több mint 2 méter magas, aktív kosárlabdázó volt, egy sportos ember,
és úgy döntött el a lábáról a koronavírus. Sajnos ez semmit nem jelent megerősíteni, és egyik, tudom. És az egyik kollégám is ilyen, aki velem egy idős, ő most került ki az intenzív osztályról, nagyon rossz állapotban volt, most már alakul az állapota, tehát ő is rehabilitáción van, és neki sem volt soha semmilyen kapcsolatbetegsége, semmilyen. Annyit tudok még mondani, ez egy nagyon pozitív visszajelzés volt az egyik házi orvosunk részéről, hogy ő úgy gondolja, hogy azért mi nem voltunk egy komoly gócpont itt Török Bálinton. És ő úgy gondolja, hogy biztosan jók voltak azok az intézkedések, amelyeket már annak idején tavasszal bevezettünk. Tehát emlékezünk vissza, hogy több mint 800 ember vitaminkészletet, tehát komplet vitamin adagot kapott 3 hónapon keresztül, amit létezik, mindent fertőtlenítettünk, nagyon komoly rendszabályokat vezettünk be, sok mindenkinek nem tetszett, de a döntő többségnek jelzem tetszett, és egyetértettek vele, és ezek az intézkedéseink biztosan hozzájárultak ahhoz, hogy Törökbálint nem volt kifejezetten gócpont. Idős otthonokat mindig megemlítik, hogy ott mi a helyzet. Itt Törökbálinton az idősek? Ugye Törökbálinton 2 kicsi és 1 nagyobb idősek ellátásával foglalkozó intézmény van. Tavasszal semmilyen probléma nem volt náluk. Még egyszer előre mondom, hogy egyik sem Törökbálinti önkormányzat fenntartása alatt van, mindegyik privát magán intézmény. Egyiknél sem volt semmilyen probléma. Most a második hullámban a tudomásom szerint, információim szerint a legnagyobban voltak már fertőzöttek, de ők is túl vannak a nehezén egyelőre. Nagyon vigyáznak, és egyébként egy nagyon jó működő intézményről beszélünk. Azt gondolom, hogy a járványhelyzet kapcsán ugye a tesztelések, megelőzés, ezek nagyon fontosak, de hát egyre inkább a vakcinák kerülnek az előtérbe. Feltételezem, hogy itt Törökbálinton, nem tudom, hogy van-e, vagy lesz-e oltópont, erről van-e polgármester úrnak tudomása. Én a miniszterelnök urat figyeltem a Kossuth Rádióban, más sem tudok tenni, hát nyilván nekünk kiváló kórházunk van, de a miniszterelnök úr nyilatkozatát figyelve én azt hallottam, hogy az oltópontokat, tehát 10 000 oltópontot tudnak kijelölni, és ezek mind ahova szavazni járnak az emberek. Oda kell majd menni az oltásokra. Én itt tartok. Te általában iskolákban, óvodákban szavaznak, oda meg nem majd belépni. Akkor majd becsukják, vagy nem tudom. Tehát ezt operatív törzs nyilván jobban tudja, mint én. Szerintem az operatív törzs tudja a legjobban. Nálunk, ha kell, akkor mi nyilván tudunk helyet biztosítani oltópontokra, hiszen ebben a pillanatban például a művelődési ház üresen van, ott számtalan olyan szoba van, ahol abban a pillanatban szét lehetne osztani rengeteg embert, úgyhogy nem is találkoznak egymással. Más intézményeink is vannak, amit ki tudnánk, ott áll üresen például a volt orvosi rendelő, tehát mi sok helyen meg tudnánk oldani, nyilván a kórházzal is összedolgoznánk, hiszen napi kapcsolatban vagyunk. Tehát ha oltópontok kellenek, akkor abban mi segítőkezet tudunk nyújtani. Az oltással kapcsolatban pedig magam úgy gondolom, hogy jó példával előrejárva elsők között jelentkeztem az interneten oltásra, és abban az esetben, hogyha erre lehetőség van, én azonnal le fogom magam oltatni. Itt a szkeptikusoknak szeretném mondani, hogy ugye mindenki azt mondja, hogy például csak ne a Pfizerre, vagy a másik Moderna, vagy nem is tudom melyik, ami most... AstraZeneca. Igen, hanem mondjuk térjünk ki az orosz oltóanyagra. Mondjuk az orosz oltóanyagra. Hát a 70-es, 80-as években, amikor le voltunk oltva, kanyaró, rubeola, mit tudom, hogy milyen bárány. Diftéria, tehát minden ellen. Ugye senki nem gondolja, hogy ezek az oltóanyagok az Amerikai Egyesült Államokból érkeztek a 70-es, 80-as évekbe. És soha senki nem nézte meg a származási helyét, hanem mindenki ment és vidáman örült neki, hogy leoltják és nem lesz beteg. Én ezt a hihetetlen antireklámot az oltással kapcsolatban végtelenül elítélem. Egy évvel ezelőtt, ilyenkor, január közepén nyomokban sem látszott a idei költségvetés, mondjuk a tavalyi költségvetés. Most azóta cifrább lett a helyzet, nem a politikai okok miatt, hanem a vírus miatti bevételkiesés, illetve a helyi iparüzési adó minap történt. A politikai okok miatt egyszerűbb a helyzet, ugye, mert a különleges jogrend alkalmával lehetőségem van elfogadni a költségvetést, amit természetesen csak úgy fogok megtenni, hogy véleményezésre el fogom küldeni a képviselőknek. Most úgy látom, hogy a sok mindent nem nagyon kell majd véleményezni a képviselőknek, mert egyelőre
olyan költségvetést akarunk összerakni, egy teljesen lekopaszított költségvetést, amely azokat a kötelezettségeket tartalmazza, aminél pályázatokat nyertünk el, tartalmazza a Városháza hiteltörlesztését, ami nyilván az elsődleges kötelezettségünk, ezen kívül pedig csak az intézményrendszerünknek a normál fenntartását fogja tartalmazni. Ugye én először már talán decemberben mondtam, hogy egyeztettem itt az intézmény vezetőkkel, akik ezt nagyon nagy örömmel fogadták, hogy természetesen úgy, hogy egyeztetek a képviselőkkel, én szeretném január vége felé a költségvetést elfogadni. Nem szeretném kitenni a törökbányi intézményeket ugyanannak a vegzatúrának és egyébként gyomorgörcsnek itt, főleg a koronavírus idején még plusz, hogy most mikor lesz elfogadva a költségvetés. Tavaly március mikor... körül, március közepén. Még időben elfogadtuk, tehát elfogadtuk, és én úgy gondoltam, hogy ezt most én lerendezem saját magam, mert erre egyébként meg is van a lehetőségem. Aztán jött egy mínusz 1%. Én úgy gondolom, hogy ennek ellenére nem fogom áttolni a képviselőtestületnek a döntést, hanem ezt ennek, ahogy előre mondtam, szerintem sok mindenki ilyenkor azt tenné, mivel nem a legszimpatikusabb költségvetést fogom beterjeszteni, illetve véletőleg elfogadni. Sok mindenki szerintem azt tenné, hogy ilyenkor azt mondaná, hogy jó, akkor mégsem én fogadom el, akkor fogadja el ezt a képviselőtestület. Én úgy gondolom, hogy ez így nem lenne korrekt. Én ennek a teljes felelősségét magamra vállalom. Nyilván ennek lesznek nagy vesztesei a költségvetésnek, hiszen mondom, egyelőre ott tartunk, az iroda, pénzügyi iroda vezetővel tegnap is egyeztettem, hogy a fenntartási költségeket tudjuk állni. Aztán természetesen le fogom járni a lábamat a kormányzat felé, hogy mi lesz azzal a 25 ezer fő alatti városoknál teljes kompenzációval. Uh-huh. Meg hát természetesen vannak ezer ügy, ami miatt mondjuk nekem a kormányzat felé jó kapcsolatokat kell ápolni, hiszen az Őrház utca, a Bajcsy-Zsilinszky útnak a kivitelezést is szeretném elérni, hiszen szerintem a ciklus egyik legnagyobb beruházása, amit együtt a magyar állammal mi készítettünk elő, ugye a magyar államnál pattog a labda, hogy kivitelezzük az Őrház utca kétirányosítása, és az Őrház utcánál, amióta az eszünket tudjuk, szeretnénk egy körforgalmat. Szerintem az lesz az egyik leglátványosabb beruházása ennek a ciklusnak. Hát már Városházánk, orvosi rendelőnk, egyebek, új családsegítőnk, meg egyebek vannak. Szóda is van, csak sajnos nem lehet használni. Ne felejtsük el, hát azért folyamatban természetesen a BMSK-nál, ugye most készül a megvalósíthatósági terv, és az az óriási giga állami beruházás, amiben egy világbajnokságot tudnánk rendezni, ez a 2023-as teke világbajnokság, és amihez kértük hozzá, hogy az 50-es FINA minősítésű úszómedence is legyen itt, ami természetesen nekem még számtalan tárgyalási fordulom lesz, hiszen a államtitkársággal az EMI-n belül ennek a fenntartási költségét az első egy-két évben szeretnénk, hogyha a magyar állam ebbe beszállna, mert ezt nekünk el kell indítani ahhoz, hogy itt, hogy azt rentábilisan tudjuk működtetni. Hát ezért kérjük mellé természetesen a sportszállót is, mert akkor tudunk ilyet működtetni. Ugye nagyon jó szakemberek viszik a sportcentrumot, országos hírű szakemberek, akkor tudjuk működtetni rentábilisan, legalább nullára kihozni, hogyha van mellette egy szálloda, és tudunk edzőtáborozásokat ide csábítani, mert arra viszont, főleg ebben a régióban óriási az igény. Óriási. Tekes stadion, vagy nem is tudom, ez Tekecsarnoknak hívják. Azt nem nekünk kell fenntartani, azt a Teke szövetség. Uszoda bővítés, sportszálló, ezek egy kicsit későbbi dolgok, de a Német Nemzetiségi Óvodának a teteje az már megvan. Haladunk. Műszaki tartalom csökkentés volt, természetesen nem a gyerekek kárára. Ugye ilyenkor én azt tapasztalom, hogy most már hosszú évek alatt, hogy a tervezőmérnököknek mindig egy kicsit megszalad a ceruzája. És mindig nagyobbakat álmodnak, mint amennyi az embernek a pénztárcájában van. Úgyhogy most is ilyen nagyobb álmodásról volt szó, és azzal találkoztunk, hogy gazdagon olyan ajánlatokat kaptunk, amelyek messze túlhaladják azt az összeget, amit erre félretettünk. Ezen most dolgoztunk heteken keresztül, és úgy néz ki, hogy
meg fogjuk találni azt a műszaki megoldást, amivel még egy nagyon jó átépítést tudunk csinálni, úgyhogy meg lesz a tornatermük, meg külön még egy-két ilyen szoba, ahol tudnak foglalkozni a gyerekekkel, és remélhetőleg bele fog férni. Tehát idén, ha minden igaz, ja, az feltétlenül. Feltétlenül, mert ugye a gyerekek, a csupaszíves gyerekek, most átmenetileg az iskolába, sikerült megbeszélnem a tankerülettel, sikerült letárgyalnom velük, hogy ott kapott helyet az OVI, és akkor az átépítés minél gyorsabban szeretnénk megcsinálni, hiszen nekik az a fészek. Érződik-e már az, hogy bő egy év múlva országgyűlési választások lesznek, több településen az országban már ilyen kampányüzemmódba állnak, az ellenzék villogtatja a fogafejére, kormánypárt védi a tudom én. Én azt tudom mondani, hogy mindenki, aki bennül, gyorsan most át is gondoltam, mindenki valamilyen párttámogatással ül benn. Ki ilyennel, ki olyannal. Van, akik a Fidesz-szel, van, aki az MSZP-vel, van, aki a vannak ott hatan egy civil szervezetben, akik a DK, Jobbik, Momentum, LMP támogatással ülnek benn. Hát nyilván nekik majd a országgyűlési választások előtt azért a támogató szervezetek be fogják nyújtani a számlát, és azt fogják mondani, ugyanúgy, mint a Fidesznél is, aki támogat engem, hogy igen, tessék segítenie mondjuk az országgyűlési képviselőt. Nyilván nekik is be fogják nyújtani a számlát, hogy akkor most tessenek segíteni. Én nekem nyilván mindenki segítsen, meg aláírásokat gyűjtögessen, meg plakátozzon, de ez nem a képviselőtestületi ülésre tartozik. Nem arra szegődtek a török-bálinti képviselők, hogy nagy politikai villongásokat rendezzenek, aminek hát egyébként tanulni is voltunk. Tudja ezt kezelni polgármesterként, hogyha ez beszűrődik? Megpróbálom. Egyre nehezebb, de azért megpróbálom. Beszűrődik. Volt, amikor, azt tudom mondani, hogy volt, amikor egy másfél-két évvel ezelőtt az én hibámból szűrődött be. Nem vagyok teljesen büszke rá, de úgy gondolom, hogy most is volt olyan, most a másik oldalról szűrődött be egy országos nagy politikai irányelv. Nem helyes. Szerintem ezt már ők is bánják. Nem szabad ide beengedni ezeket. Nagy politikai és vírusmentes, boldog új évet kívánok még egyszer. Nagyon szépen köszönöm én is önöknek.